Uram, köszönjük a jelenlétedet, ahogy megígérted, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek a nevedben, ott vagy. És köszönjük neked, hogy az üdvösségnek az ideje tart, és most is keresed azokat, akik elvesztek, hogy megszabadítsd őket, és megbocsássad a bűneiket, vétkeiket. Köszönjük neked, Uram, hogy te örökké valóságtól örökké valóságig létezel. Köszönjük neked, hogy te általad és te benned és te éretted van minden fenn, a mennyekben, a földön, és köszönjük neked, Uram, azt a hatalmat, amit megszereztél a föltámadásod által, hogy a te nevedre meghajol minden térd, és minden nyelv megvallja, hogy az, te vagy az Úr az Atya Isten dicsőségére. Uram, most is a szívünket, lelkünket átadjuk neked, és köszönjük neked, Uram, az elhívásodat, mennyei elhívásból részesítettél bennünket, és nagyon nagy kiváltságás számunkra, hogy megragadtál bennünket az evangélium által, és megnyitottad a szívünket kegyelmed által, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem higgyünk te benned, azért abban, hogy a bűneinkért te haltál meg, és ontottad ki a véredet, és azért, hogy Istennek az igazságát elnyerjük, ezért pedig feltámadtál a halálból, hogy megszabadítsál bennünket, és bevezess bennünket Istennek a jelenlétében. Köszönjük neked, Uram, hogy a mennynek a kapuját kinyitottad a te golgotai kereszt áldozatod által. Az a kérésem, Uram, hogy itt ebben a teremben, ebben a csarnokban ne legyen egyetlen egy olyan lélek sem, amely a pokolra vezető úton haladt, vagy fog haladni. Ezért adjál nekik kegyelmet, Uram, hogy megtérjenek teljes szívükből, lelkükből mindazok, akik még nem fogadtak el tégedet, és nem engedték meg azt, hogy megszabadítsd őket a bűnükből, a különböző következményeitől a bűnnek, és kélek, Uram, hogy szabadítsd meg őket azoktól a sátáni erőktől, fogságokból, kötelékekből, amivel az ellenség megkötözte őket. És bocsáss ki, Uram, a te szavadat, és gyógyíts meg a betegeket, szabadítsd meg a foglyokat, és tölts ki rájuk a te szellemedet, kegyelemnek a szellemét, szentségnek a szellemét, hogy szentségben és igazságban munkálják azt az üdvösséget, amit ingyen kegyelemből adsz mindazoknak, akik segítségül hívják a te nevedet. Áld meg, Uram, a nézőket, áld meg a hallgatókat, adjál nekik, Uram, világosságot a szívükben, hogy megértsék minden napon a te tökéletes akaratodat, célodat az ő életükkel. Áld meg ezt a város Budapestet, és szabadíts meg, Uram, az ellenségnek a tervétől, célkütözéseitől, hogy Istennek az országa eljöjjön hatalommal, erőben, hogy megtapasztalják az emberek azt, hogy te valóságos vagy, és valóságos ajándékokat készítesz mindazoknak, akik teljes szívükből, lelkükből, minden erejükből szeretnek tégedet. Magasztalunk és dicsőítünk tégedet most és mindörökké, a mi Urunk Jézus nevében, mondjuk közösen, hogy... Amen. Amen. Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket az Úr nevében. Ezen a csodálatos napon, kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, a húsvét. És nagy áldás, hogy akik már ezt a húsvéti csodát, igazságát a Szentlélek által megismerték. Kérlek benneteket, hogy mielőtt helyet foglalnátok, köszöntsétek egymást, üdvözétek egymást, ha van még olyan körülötted, aki nem köszöntötted, akkor ezt tedd meg, kérlek szépen. Többször is tanítottunk a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az igazságáról, de én nem emlékszek rá, hogy magáról a szenvedés történetéről, ugye az eseményeket átvettem volna, és erről beszéltem volna, hát ma erre vállalkozok, hogy a názáreti Jézus Krisztus szenvedésének a története, tehát a konkrét eseményeket a názáreti Jézus Krisztusnak a föltámadásáig, illetve megjelenéséig szeretném azt az esemény sort átvenni veletek, amely által megszületett az evangélium. És nem csak megszületett az evangélium, hanem hála Istennek az evangélium munkálkodik, és biztos vagyok benne,
hogy végül is győzedelmeskedni fog, annak ellenére, hogy most még jelen pillanatban, tehát ebben az időszakban sem látjuk teljesen, hogy az evangélium képes legyőzni a világot, de hát jó hírem van, hogy a názáreti Jézus Krisztus által ez a győzelem már megtörtént. Tehát kezdjük, mert nagyon sok esemény van, egészen a Gecsemáni kerttől, egészen a názáreti Jézus Krisztus visszajöveteléig, tehát több eseményt fogok átvenni, és természetesen vázlatosan tudom csak rögzíteni, de az a tapasztalatom, hogy a jegyzőkönyv szerűen sokan nem ismerik a szenvedés történetét, az igazságát ismerik, sokat hallották, de nagyon fontos, hogy jegyzőkönyv szerűen is ismerjük a názáreti Jézus Krisztusnak a szenvedésének a történetét, föltámadását és megjelenését, mert igazából ebből lehet megérteni a konkrét eseményekből, hogy milyen hatalmas, nagy áldozatot hozott Jézus Krisztus mindannyiunkért, hogy ma itt az Isten imádhattuk, fölemelhettük a nevét, örvendezhettünk a jelenlétében, és hála Istennek, hogy sok ezer ember Jézus nevében ma is összegyűlt itt a hitparban. A názáreti Jézus Krisztusnak ez nagyon sokba került, óriási nagy árat fizetett, ezért nagyon fontos konkrétan az eseményekre is nézni, tehát nem csak az igazsága, az események is igazságok természetesen, csak nyilván az értelmezések és a vívmányok azok, amire hangsúlyt tettünk eddig, de nagyon fontos, hogy az eseményekre is tisztában legyünk. Tehát a forduló a názáreti Jézus Krisztus földi szolgálata ideje alatt egyértelműen a Gecsemáni kertben történt. Előtte a názáreti Jézus Krisztus az imponáló erővel, hatalommal hirdette az Istennek az országát, miután betöltek ezt Szentlélekkel, csodák, jelek minden nap kísérték, ahogy János mondta, hogyha megírták volna azokat a jeleket, csodákat, amit Isten cselekedett a názáreti Jézus Krisztuson keresztül, a 3 vagy 3,5 éven keresztül, nem tudnák a könyvtárak befogadni azokat a csodálatos dolgokat, amiket ők átéltek és megtapasztaltak. De viszont Gecsemáni kertben egy nagy fordulat történt, mert egy egészen más helyzetbe és pozícióba helyezte a Isten, és nyilván názáreti Jézus Krisztus is saját magát. És ez nagyon fontos megérteni, hogy ez egy nagy fordulatot jelentett a názáreti Jézus Krisztusnak a földi életébe, és igazából ekkor született meg, szóval elindult egy olyan esemény sorozat, amelynek köszönhetően megszületett az evangélium. Az evangélium valóban vérrel, verejtékkel, szenvedéssel, kínnal és Isten erejével és hatalommal született meg, és ez nagyon fontos a keresztényeknek tudniuk, hogy milyen árat fizetett mindannyiunkért a názáreti Jézus Krisztus. Tehát először a Gecsemáni kertben, ugye az utolsó vacsora, vagy a pészaki vacsora, az egyben emlékezés volt a Egyiptomból való visszakivonulásra, valamint annak a végén a názáreti Jézus Krisztus megalapította azt az úrvacsorai közösséget, amely az új szövetség ideje alatt a názáreti Jézus Krisztus vérével és testével való valóságos közösséget jelent az ő tanítványai számára, és egyben várják, emlékeznek a názáreti Jézus Krisztusnak a golgotai keresztáldozatára, a szenvedés történetére, föltámadására, és egyben készülnek a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajövetelére. Tehát nagyon röviden erről szól az úrvacsari közösségnek az igazsága. Utána tudjuk, hogy elhagyták a tanítványok, és elmentek az olajfák hegyére. Az olajfák hegyén van egy kert, a Gecsemáni kertnek, a neve is nagyon sokat jelent, olajprés. Hát itt kerül be Jézus Krisztus először is a prés alá, és ott itt kezdődött el az a viaskodása, ahogy a görög mondja, agóniája, amit nem haláltusának kell értelmezni, hanem egy olyan szenvedélyes, nagy erőfeszítéseket kiváltó harcra, küzdelemre kell gondolni, ahol a názáreti Jézus Krisztus először érintkezett azokkal a sötét erőkkel, amelyek aztán később a testének hatalmas, nagy és drámai szenvedéseket okoztak,
és és nyilvánvalóan a halálát is előidézték. De nézzük először a Getsemáni kertben, hogy mik voltak a legfontosabbak. A názáreti Jézus Krisztus világos volt számára, hogy mi vár reá. Tudta ezt természetes szinten is, és tudta a természet fölötti hátterét is a názáreti Jézus Krisztus, amilyen támadásra fog sor kerülni a személyével szemben. Ugye azért nagyon fontos változás, felhívom a figyelmet, hogy változást értsétek meg, mert eddig Istennek a kenete és ereje mindig körülötte volt, és amikor kísérletet tettek a földi szolgálata ideje alatt, hogy idő előtt a názáreti Jézus Krisztusnak szenvedést okozzanak, Isten az ő dicsőségével körülvette, és ezért nem volt, nyilván volt kísértése, de akár Názáretben, más helyeken sem tudtak szenvedéseket okozni a názáreti Jézus Krisztusnak. De itt az első dolog, hogy átadta Isten őt a bűnösöknek a kezébe, de ez, ahogy látjuk ebben az imádkozásban, ezért nem volt olyan egyszerű, mert a názáreti Jézus Krisztusnak is volt emberi természete, szabad akarattal rendelkezett, és ebben a küzdelemben, imában ezt kellett neki megharcolnia, hogy ne az ő saját akarata érvényesüljön a következő napokban, hanem az Istennek az akaratának alá tudja magát rendelni. Ugye ezért látjuk ebben az imában a nagy konfliktust, és ez is azért jó, hogy ez így reálisan le van írva, mert minden nap a keresztényeknek is igazából ilyen kihívásuk van, nyilván nem ilyen mértékű, vagy nem ilyen súlyú, de minden nap a szabad akaratunkat fontos, hogy alárendeljük Isten akaratának. Isten akarata pedig az volt, hogy a názáreti Jézus Krisztust átadja a sötétség hatalmának. Ilyenre az Ószövetség ideje alatt egyetlen egyszer volt példa Jobb esetében. A Jobbot átadta Isten a sátánnak, azért, hogy megpróbálja Jobbot, ismeritek ezt a történetet, nem tudok részletesen belemenni, de ott így nyilvánvalóan Isten korlátozta a sátánnak a tevékenységét, hogy nem ölheti meg Jobbot, csak elvehet tőle mindent, és ebből állt Jobbnak a szenvedése. Ilyen módon a Jobb szenvedése, és maga az, hogy Isten átadta őt a sátánnak, a sátán csapásainak, ő egy előképe a názáreti Jézus Krisztus szenvedésének, mert nem történhetett volna meg természetesen a názáreti Jézus Krisztusnak a szenvedése, ha Isten nem adja át a sötétség hatalmának. Így jelentette be názáreti Jézus Krisztus a Getsemáni kertben, miután megharcolta a harcot és alárendelte magát az Atya akaratának, leírja az evangélium, hogy ez egy olyan kemény agónia szellemi harcot jelent, ez tényleg szellemi harc volt, amely megnyilvánult fizikai módon is a testében, hogy olyan vércseppek hagyták el, olyan cseppek hagyták el a testét, amely vércsepphekhez, illetve az eredeti szöveg alapján alvad vércseppekhez hasonlított, ilyenek jöttek ki. Tehát itt már látjuk, hogy a fizikai testére a sátán hihetetlen nagy nyomást és terhet helyezett rá. Ezért utal Jézus Krisztus ugyanezen a helyen, hogy a szellem kész, de a test erőtlen. Tehát a szellemében Jézus Krisztus töretlen volt, szellemében képes volt ellenállni a sötétségnek, de mivel hogy a teste ugyanolyan test, mint a miénk, kivéve a bűnt, nyilvánvalóan a bűn nem sértette meg, de alapvetően halandó testtel rendelkezett, ezért a halandó testet, hogyha Isten kiszolgáltatja az ellenségnek, akkor a test számára rengeteg szenvedést tud okozni a sötétségnek a hatalma. És itt ennélkül, tehát hogy eljött a ti órátok, a sötétségnek a hatalma, amit mondott Jézus ott a Getsemáni kertben, ennélkül igazából nem is lehet megérteni azokat a sötét, názáreti Jézusnak a szenvedését, amin keresztül ment utána. Azt is olvassuk ebben a jelenetben,
hogy angyalok jöttek, annak ellenére, hogy nem volt teljesen elhagyatott nyilvánvalóan, de az a kenet nyilván nem működött nála rajta, ami a földi szolgálata ideje alatt, mert elindult egy kiüresedés, olyan módon, hogy a kenet elment. Miért? Mert a mi helyünkre kezdett állni a Getsemáni kertben. A mi helyünk pedig a bűnösség. Mivel, hogy bűnösök vagyunk, a názáreti Jézus Krisztusnak itt az okozta a fordulatot a sorsába, hogy a helyettesítést vállalta. Tehát, hogy a bűnösöknek a helyére állt, annak ellenére, hogy nem követett el bűnt, de bűnösöknek a helyére állt, és így elkezdődött a bűnnek a ráhelyezése, és a bűnnek a következményeinek is meg való kiszolgáltatottsága a názáreti Jézusnak. Természetesen a názáreti Jézusban a szelleme továbbra is épp volt, erős volt, tehát főleg fizikailag nyomta meg a názáreti Jézust, és ez valóságos küzdelmet, tehát agóniát jelentett. Ő nagyon buzgóságosan küzdött ezért, szemben a tanítványokkal. Ebben is van természetesen tanulság, hogy a bánat, a csalódás, a szellemi nyomások, amikor a test olyan erőtlen, akkor nagyon nehéz imádkozni, de mégis a keresztényeknek meg kell tanulni, hogy ilyen kritikus, nehéz helyzetben is ne a alvást válasszák, hanem az imaharcot és a szellemi harcot, mert ezekben az állapotokban nagyon meg lehet erősödni, és az Úr látja azt egy hívőnél, hogy amikor ilyen presszió alatt áll valaki, nyilvánvalóan, illetve ehhez hasonló, mert nem ilyen mértékű természetesen, és ha valaki nem adja át magát a passzivitásnak, nem arra számít csak, hogy majd egyszer el fog múlni, hanem megharcolja a hitnek a nemes harcát, ezekkel az erőkkel szembe ellenáll, és egy ilyen heves, buzgóságos küzdelmet folytat az ellenség erőivel szemben, az egészen biztos, hogy megerősödve jön ki ebből a csatából, ebből a küzdelemből. Tanítványok nyilvánvalóan nem voltak tele Szentlélekkel még, a Szentlélek még nem jött rájuk, és természetesen, és még az újjászületésükkel kapcsolatosan is, majd később látjuk, hogy a hitnek a szelleme, az üdvösségnek a szelleme még nem volt erős bennük, tehát hol hittek, hol pedig visszaestek hitetlenségbe vagy kételkedésbe, tehát nyilvánvalóan az apostolok ebben a helyzetben nem tudtak úgy helytállni, hogy aztán később majd pünkösd után, hála Istennek, helytálltak. Ez is arra utal most a tanítványok szempontjából nézve, hogy rendkívül fontos a Szentlélekkel való betöltekezés, mert a Szentlélek az erőtlenségünkre segítségül siet. Amit a testünk vagy a szellemünk nem tud elvégezni, azt a Szentléleknek az ereje kiegészíti. Abban az esetben, hogyha jó, személyes, bensőséges kapcsolatot, közösséged van a Szentlélekkel. Ezért ne hanyagold el a Szentlélekkel való kapcsolatot, közösséget, utitársad, támogatod, erőforrásod, és mindig számíthatsz rá, abban az esetben, hogyha megtartod vele folyamatosan a személyes közösséget. A názáreti Jézus Krisztusnál ugye más volt a helyzet, újra mondom, mert ő beállt a bűnösöknek a helyére, mert ahogy mondja Isten igéje más helyen, hogy bűnné tette magát érettünk. És ekkor, tehát ekkor állt be Jézus ebbe a szerepbe, egyben főpapi szerep is volt ez természetesen, helyettesítő áldozati szerep volt, ugye az a sajátosság a názáreti Jézus Krisztusnak, hogy egy személyben főpap is és áldozat is, papi szolgálatot is végzett, és áldozat is volt, mert saját magát áldozta fel. És ebbe, ahogy belelépett ebbe a tisztségbe, abba a pillanatban tehát elkezdődött az átruházás. Ez egy ősi, Ádámtól fogva alapelve a Bibliának, az átruházásnak a törvénye. Hogy Isten kegyelemből át tudja ruházni megfelelő feltételek teljesítésénél az emberre az ő igazságát, de át tudja helyezni a bűntés.
Ez így működött az Ószövetségben az áldozati állatok is, amikor ráhelyezték az emberek a kezüket, a papok nyilvánvalóan, előtte a családfők után a papi rendjött, és ők mutatták be Istennek való áldozatot, és kézzel tevés által a népnek a bűnét, vagy a családtagoknak a bűnét előtte áthelyezték az áldozati állatra, és az állati áldozat bűnhődött a család bűnei miatt, illetve a nép bűnei miatt. Ez egy csodálatos intézmény, amit Isten elrendelt, és ebben már benne van Istennek az irgalma, hogy nem feltétlenül kell a bűnösnek bűnhődnie a bűnei miatt, abban az esetben, ha van engesztelő áldozata, olyan engesztelő áldozata, amely nyilván megfelel az Isten tökéletes akaratának, és működik az átruházásnak a törvénye. Nyilvánvalóan, hogy az első pillanattól fogva, Ábeltől fogva, sőt Ádámtól fogva, sőt Ádám előtt is már Isten elhatározta, és a Krisztus, akkor még nem volt názáreti Jézus, a Krisztus pedig oda szánta magát, hogy az emberekért, ha bűnbe esnek, odaadja magát engesztelő áldozatul. Ez a döntés az örökké valóságban történt. Ez nem Istennek a rögtönzése volt az emberi lázadásra, hanem mielőtt megtörtént volna az emberi lázadás, sőt, mielőtt teremtette volna Isten az embert, meg a világot, akkor már Isten a mennyekben, az örökké valóságban ezt a tervét az atya tisztázta a fiúval, és a fiú pedig oda szánta magát, hogy ezt a szolgálatát el fogja végezni az atyától rendelt időpontban. De mégis látjátok, hogy nem olyan mechanikusan, meg determinista módon történt az áldozat, mert amikor szembesült a názáreti Jézus Krisztus, hogy mielőtt áll, hogy a halál meg kell halni az emberekért, akkor azért azt kérte, ha egy lehetséges, a poharat múljon el tőle, de megértette ott az imaharcban, hogy ez nem lehetséges, szükséges, hogy a Mesiás szenvedjen, a Mesiás meghaljon, hogy a Mesiás föltámadjon, nem önmaga miatt, hanem te miattad, és én miattam, mindannyiunk miatt, az egész világ miatt, hogy Isten megmentse a világot, hogy a világnak a bűneit, meg a te bűneidet is átruházza Jézus Krisztusra, és természetesen, aki ezt az átruházásnak az eljárását elfogadja, és elfogadja, hogy a názáreti Jézus Krisztus ezért bűnhődött, és kiöntötte pontosan ezért a vérét, az számára Isten megbocsátja a bűneit. Ez kegyelemből van, nagyon könnyen megy, hitáltal csak elfogadni, de azért mindig meg kell nézni, hogy a názáreti Jézus Krisztus milyen munkát, milyen áldozatot hozott azért, hogy te most itt tudsz ülni, tudsz örvendezni. A húsvétről elsősorban az öröm jut eszedbe, de azért a húsvétnak az is az üzenete, hogy azért megemlékezzünk a názáreti Jézus Krisztusnak a szenvedés történetére, nem azért, hogy szenvelegjünk, hanem azért, hogy micsoda hatalmas igazságok vannak benne ezekben a történetekben, és milyen hatalmas nagy áldozatot hozott Jézus Krisztus azért, hogy Istennel meg tudjunk békülni, és Istennel tudjunk élni. És ne a pokolba kerüljünk, hanem az Istennek a jelenlétébe. Igazából ez szabadítja fel az emberben a hálát, és az a probléma a némely kereszténynél, hogy nem veszik észre, csak azt látják, hogy Isten ajándékot ad nekik, áldást adni, ez rendben van, de azért mindig nézni kell és látni kell, hogy ezért mit fizetett a názáreti Jézus Krisztus, hogy én kegyelmet nyertem, hogy meg vannak bocsátva a bűneink, hogy örök életünk van, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak az igazságát hitáltal birtokba tudtuk venni. Hát ebből ismerjük föl, hogy ez a szenvedés története tartalmazza, nem létezik, hogy apád, anyád vagy a legközelebbi rokonod szeretett tudod volna ilyen áldozatot hozni, mint a názáreti Jézus Krisztus, amit hozott mindannyiunkért. Ezért szeretjük őt legjobban. És megkérdezi az ember, miért? Hát nem vagyok rokonod,
nem vagyok közelvaló, és mégis én érettem egy idegenért, egy, aki fogalmam nem volt ez az egészről, mégis előzetesen már ilyen hatalmas nagy jótéteményben részesített engemet, hogy ne a pokolba kerüljek, hanem Istennek a jelenlétében tudjak élni, és utána pedig az Istennek a dicsőségébe. Joggal mondja a 8. Zsoltárát, ki vagyok én, mi az ember, hogy alig tetted kisebbé Istennél, hogy dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg, de ezért, mindezért Jézus Krisztusé az érdem. Ő általa jött az emberre, jöhet az emberre dicsőség és tisztesség. Senki más által nem ér, nem jöhet az emberre maradandó, tartós dicsőség, tisztesség, csak a názáreti Jézus Krisztus által. Tehát Jézus Krisztus büntelen volt, soha földi életében nem követett el bűnt. Ennek ellenére Isten bűnössé tette, és miért? Mert helyünkre állt. A helyettesítésnek az a lényege, hogy Jézus Krisztus a helyünkre állt, azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen, hogy mi pedig az eredeti Jézusnak a helyére álljunk. Mivel, hogy Jézus büntelen, és a mi helyünkre állt, mert mi voltunk a bűnösök, ezért megtörténhet egy csere, hogy a bűnösök viszont a büntelen Jézusnak a helyét elfoglalhatják az ő vérébe vetett hitáltal. Micsoda csodálatos ajándéka ez Istennek. Érted ezt? Ha nem, imádkozzál, hogy gyulladjon föl a fény, a világosság a szívedbe, mert megérted, érted, meg fogod látni, hogy Isten micsoda hatalmas nagy ajándékot készített számodra. Tehát világossá teszi a Lukács evangéliumban Jézus Krisztus, hogy ez a ti órátok, a sötétségnek a hatalma, tehát itt nem csak egy embernek a története, hogy megkínozták, megalázták, kicsupolták, kigyugonyolták, és egyik legborzalmasabb halálnemmel ölték meg. Nem csak ez a része a szenvedés történetének, hanem az is része, hogy az evilág istenével és az összes sötét erővel, ami a világot rabságban tartja, azokkal a názáreti Jézus Krisztus ebben néhány nap alatt birkózott. Azokkal is, amelyek a látható szinten vannak, és azokkal is, azokról most részletesen nem fogok beszélni, vagy nem is fogok utalni, ami a föld alatt vannak. Tehát az evilág istenével, a halál erőivel, és a Seolnak az erőivel is birkózott Jézus Krisztus, és ez a birkózása, ez nem más, mint az Isten királyságának, és a vele szemben lévő erőknek a legfontosabb, legdöntőbb üsztörténeti, nem is lehet igazából szavakkal kifejezni a csatája, aminek következtében ennek a világnak is, az emberiségnek is a sorsa eldölt, hogy milyen lehetőségek vannak az ember számára, és Jézus Krisztus megalapozott egy új korszakot, az ő halálával és föltámadásával, dicsőség az Úrnak. Tehát Jézus Krisztus itt már látható, ami aztán később még jobban mélyült, az elhagyatottsága, hogy ahogy jött rá a bűnnek a terhe és a bűnnek a következménye, úgy lett elhagyatott, még a tanítványok is, ugye már azonnal zavarba kerültek, nem tudtak vele közösséget vállalni, illetve ez ennek szellemi oka volt, mert a názáreti Jézus Krisztus egy különleges helyzetbe, illetve állapotba került, mert az Isten őt helyettesítő áldozatnak a tisztségébe belehelyezte, és elindult tehát az átruházás, hogy a te bűneidet és én bűneimet is ráhelyezte Isten a názáreti Jézus Krisztusra, és ez pedig azt jelentette, hogy azok a kapcsolatok, ahogy a 88. Zsoltár mondja, a barátaim és ismerőseim mind eltávolodtak, meg elszakította ez a változás Jézus Krisztust a tanítványaitól, ismerőseitől, mindenkitől, mindenkivel szemben idegen lett nyilván, és ki lett szolgáltatva azoknak az erőknek, amelyek úgy gondolták, hogy a názáreti Jézus Krisztust le tudják győzni.
Ezután kezdődött, ugye, vagy következett el Jézusnak az elfogása, és amikor megérkezett a csapat, fölfegyverezve husángokkal, botokkal, akiket a Judás vezetett, aki ugye előzetesen szintén a Judásnak a magatartása, annak ellenére, hogy erkölcstelen ember volt előtte is, tehát lopott, de ennek ellenére önmagában ezt még nem tudta volna megtenni, amit megtett, hanem azért tudta megtenni, mert az úrvacsorai közösségnél, amikor ott volt a tanítványokkal együtt, a sátán megragadta teljes mértékben a szívét és a lelkét, és megszállta, és ilyen módon a Judás beteljesítette az árulást. Árulásról mindig arról akkor beszélünk, hogyha valaki bizalmi kapcsolatban vagy szövetségi viszonyban van, és akkor a szövetségesét, a bizalmasát kiszolgáltatja az ellenségének, sőt a Judásnál még az is súlyosbította az árulását, hogy az ellenségnek a élére állt, és vezette az ellenséget, és a sunyisága miatt azt gondolta, hogy a názáreti Jézus Krisztus az utolsó pillanatban is félre tudja vezetni, holott ő már tisztában volt már előtte, hogy Judás számára ez jutott osztályrészül, ez a szerepre választotta ki a sátán, de az utolsó pillanatban is ugye azért ment oda megcsókolni a názáreti Jézust, mert ott is még barátságos színlelt, nyilván el akarta rejteni a názáreti Jézus Krisztus előtt az árulást, de hát ez botorság volt részéről, nyilvánvalóan, és ez csak az ő gonoszságát, álnokságát, romlottságát bizonyította, hogy ez az ember velejéig romlott, és az is jellemző, hogy az ilyen árulók hihetetlenül le tudják becsülni az értéket hordozó embereket, és azt hiszik, hogy az értékeket hordozó embereknek a fölé tudnak emelkedni, hogyha elárulják őket, és kiszolgáltatják az ellenségnek, de hát általában még természetes szinten sem így zajlanak a dolgok, mert ha nem más, az utókor azért valamilyen módon igazságot szolgáltat, de ha nem is szolgáltat, elfogadható igazságot, akkor is ne felejtsük el, hogy Isten az ítélet Istene, és egészen biztos, különösen a mártiroknak látjuk az ötödik pecsétnél, hogy igazságot fog szolgáltatni Isten mindazoknak, akiket elárultak és ártatlanul szenvedtek, illetve elveszítették az árulás következtében az életüket is megszakították ezáltal erőszakos módon a földi pályafutásukat. Tehát a Judás ilyen ember volt, csókkal árulta el az ember fiát, tehát így akart jelzést adni neki, megtéveszteni Jézus, de egyben az ellenségnek jelet adni, hogy továbbra is barátságot szillelt Jézussal. Tehát ez mégis figyelmeztetés, Isten félelmet ad, hogy ilyen ostobaságot az emberi kapcsolatokban, különösen nem az úrhoz való viszonyunkban, de az embertársainkkal se kövessen el senki se, mert ezért nagy árat kell fizetni. Tudjátok, hogy először védekeztek a tanítványok, Péter volt, aki a karját megfogta, Márkusnak a fülét levágta, Jézus Krisztus itt is irgalmas volt, gyógyító volt, fölvette a fülét, odaragasztotta, meggyógyult. Tehát, és kérte tanítványokat, hogy most hagyják abba ezt, és utána elkezdődött a tanítványoknak a szana szétfutása. Hogy miért futottak el a tanítványok, ez is egy érdekes és nagyon fontos dolog. Ugyanis megtudjuk a később, az Emmauszi tanítványok részéről is, az nyilvánvalóan az egész csoportnak a tudatát és a gondolatát képviselte, hogy ők teljesen más gondoltak a Mesiásról, ők dicsőséges Mesiásba gondolkodtak, és amikor látták, hogy a názáreti Jézust milyen megalázás éri, hogy ezek a gyűjtmány csőcselék, akik fel vannak szerelkezve fegyverekkel és husángokkal, a názáreti Jézust elfogják, és letartóztatják,
ez mélységesen megrázta őket, mert eddig azt gondolták, hogy a názáreti Jézus, mint úgymond kis utcai hasonlata, vagy konyhai hasonlata, mint kés a vajon, fog átmenni minden nehézségen, és Izraelt meg fogja szabadítani, és helyreállítja a királyságot Izrael számára. Ehelyett mit látna, hogy nem fogja Isten, illetve a Jézus Krisztus ezt a tervet, vagy ezt az elképzelést, ezt a szándék, ezt a várakozást beteljesíteni, hanem látták a názáreti Jézust erőtlenné, és ha megnézitek, hogy milyen ellentmondás, ellentét van a názáreti Jézus Krisztus földi, előtte való földi szolgálata, csodái, jelei, ahogy az Istennek az ereje ömlött be, rajta keresztül, és most pedig ez a helyzet, a tanítványokat még éjjel megrázta, és zavart okozott, zavart taszította őket, és beteljesedett az, amit a Zakariás proféta mondott, hogy megveri Isten a pásztort, és elszélednek a juhok. Tehát ez azért történt, mert nem értették meg a názáreti Jézusnak több kijelentését, amit tett különösen a galilei szolgálata után, hogy az ember fiának szükséges szenvernie, és a bűnösök kezébe adatik, és szenvedni fog, meg fogják ölni, meg fogják halni, de harmadik napon föltámadott. Ezt mondta Jézus Krisztus, készítette a tanítványokat, de ebből semmit nem értettek, mert a fejükben, agyukban a dicsőséges mesiás szerepelt, és egyszerűen ez semmi hatással nem volt a gondolkozás módjukra, hogy az első eljövetelének a mesiásnak nem az szerepel a programba, hogy a királyságot helyreállítsa Izrael számára, hanem azért az szerepel, hogy mint főpap saját magát áldozza föl Istennek a világ bűneiért, Izraelért is, és minden emberért is, és ez viszont, tehát ez az igazság rejtve maradt előttük, és ez nyilvánvalóan zavart okozott a názáreti, illetve a tanítványok számára. Elfutottak, és utána ez a zavar még tartott. De menjünk tovább. Utána történik meg, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak az elfogása után beteljesedett az a zsoltár, ami második zsoltár tartalmazza, hogy a királyok és a fejedelmek összegyűlnek, és tanácskoznak a felkent ellen, a király ellen, és azt mondják, hogy a láncait szakítsuk le, és így tovább, és ugye előtte még az a verszak is ide tartozik, hogy hiába valóságot vagy bolondságot gondolnak a nemzetek, népek, tehát ennek a beteljesedése kezdődött el ekkor, amikor először a názáreti Jézust még azon az éjszakán a Annásnak a palotájába vitték először, ez nagyon fontos, Annás már nem volt főpap, hanem a Kajafásnak az apósa volt, de még ott háttérben irányítgatta a dolgokat, és először az Annáshoz vitték, és Annás elé kellett állni a názáreti Jézusnak. De még előtte ezt az igét, proféciáról még csak annyit mondok, ez az összegyűltek a királyok és a fejedelmek, ez az ige, nyilván görög változatban, ugyanez vonatkozik az utolsó időkre vonatkozóan, amikor szerepel a Jelenések könyvének a 16. fejezetében, hogy lesz egy újabb, új idők végén egy ilyen összegyülekezés, amikor a sátánnak, az antikrisztusnak és a hamis profétának a szájából kijön az a három béka alakú gonosz szellem, amely elmegy a királyokhoz, és itt is az a szó szerepel, hogy összegyűjti ezeket a királyokat, és akkor lesz, tudjátok, ennek a korszaknak az utolsó nagy konfliktusa, akkor teszik meg a világ az a legnagyobb lázadást, amely ezt a lázadást is felülmúlja, hogy véglegesen ki akarják írtani a zsidó-keresztény kínlatkoztatás, de megnyugtatlan, ez nem fog sikerülni nekik. De ez az első, tehát amit a második zsoltár tartalmaz, ez olyan lázadás jelent, ami messze felülmúlja az eddigi lázadást,
mert a Mesiás ugye nem volt jelen a vízözönkor, nem volt jelen Szodomába, Gomorába, nem véletlenül a Názáreti Jézus utal, hogy még ezeknek a városoknak is könnyebb lesz a dolga az ítélet napkor, mint azoknak a városoknak, ahol csodát tett, mert a Názáreti, amikor ott van a földön a Istennek a fia, a Krisztus, és azzal szemben van lázadás, hát ez az eddigi legnagyobb lázadás, mert egyszer jár csak az Isten egyszülött fia a földön, és majd lesz egy második természetesen, tehát egyezünk meg, hogy a világ történelemnek, vagy az üst történelemnek a legnagyobb lázadására került sor azokban a napokban, amikor összegyűltek a főpapok, a két király és a császárnak a képviselője, és a Názáreti Jézus Krisztusnak a halálá mellett döntöttek, de ez is egy folyamat volt. Tehát először Annás előtt áll, meg Jézus Krisztus. Itt megint van egy érdekes történet, aminek nagy tanulsága van, és látjuk, hogy milyen probléma a hatalommal, ez kicsibe jelenik meg, hogy az Annás faggatja Jézus Krisztust a tanítványairól, és mit tanított, és erre Jézus az válaszolja, hát mindig is nyilvánosság előtt tanított, zsinagógába, mindenhol, semmit nem mondott titkon, és erre ugye a szolga, aki ott volt a kihallgatáson, a Názáreti Jézust arcul verte. Itt kezdődött el a názáreti szenvedése. De egy nagyon fontos dolog, igazság van ebben a történetben, hogy mutatja meg ez az első esemény, hogy a hatalom eltorzult, mert a hatalomnak a morális küldetése az, hogy a jót jutalmazza, a rosszat büntesse. A Názáreti Jézus azért utalt arra, hogy tégyen bizonságot, hogyha rosszat mondott, és természetesen Názáreti Jézusnak a védelme az, hogy őt meggyanúsították, és akkor még védte magát Jézus Krisztus, ez teljes mértékben jogos, de látható volt, hogy olyan hatalom, hatalmi rendszer, itt vallási rendszerről van szó, az első jelenetnél, olyan vallási rendszerről van szó, amely nem a jót jutalmazza, hanem a jót bünteti, és a rosszat pedig jutalmazza a szolga, tehát ezt jelenítette meg. Az is igaz, hogy egy ilyen emberek, akik alárendelik a magukat az ilyen hatalomnak, és a hatalomnak a kényét, kedvét szolgálják, hogy mennyire buzgón akarnak jót tenni a hatalom javára, tehát ez emberi jelentelenségről is ez a jelenet sok mindent elmond, hogy az embereknek nem szabad elaljasodni, ugye ilyenekre sor került a történelembe, hogy nem szabad úgy a hatalmat szolgálni, hogy az ember elveszítse az erkölcsi érték ítéletét, akármilyen hatalom van, az embereknek felelőssége az, hogy tartsák meg a jót, és tudják elválasztani a jót a rossztól. Ha a hatalom torzul, és nem így működik, akkor is az embereknek meg kell őrizni ezt a józanságot. Tehát ez a történet erről is utal, hogy a Názáreti Jézus Krisztust először verték itt arcul, és elkezdődött a Názáreti Jézus Krisztusnak a szenvedése, és már lehetett látni, hogy szó nincs az igazság szolgáltatásról. Tudjuk már az evangéliumban, hogy jó, előre már megvolt a Názáreti Jézus Krisztussal kapcsolatosan a döntés, hogy mindenféleképpen meg akarták ölni, és csupán a törvényességnek a látszatát igyekeztek megtartani, hogy olyan módon tudják végrehajtani ezt a döntést, hogy az embereket ez ne rázza meg, úgy tűnjön, hogy törvényes, jogos a Názáreti Jézus Krisztusra az elítélése, a Názáreti Jézus Krisztusnak a kivégzése. Még annyit erről az első jelenetről is, de mindegyikre vonatkozik, hogy azt meg kell érteni, a sátán elsősorban a vallási és a politikai legfelsőbb hatalmat használja föl mindig az Isten országa ellen. Ez egy nagy botrány a történelemben,
és erre mindig is figyelni kell, különösen a mi korunkban, hogy a sátán igyekszik annak ellenére, hogy jól indulnak a rendszerek sok esetben, de igyekszik a sátán behatolni a hatalomba, és úgy eltorzítani, úgy elfordítani, hogy ezt eszközként felhasználja az Isten országa ellen, az igazsága ellen, a békesség ellen, a Szentlélek személye ellen, tehát erre használja. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az embereknek a hatalomhoz, és nyilván ez beletartozik a politikai programok, mert a politikai programoknak a célja a hatalomnak a megszerzése, tehát a politikai programokra nagyon is oda kell figyelni a keresztényeknek. Ez nem politika, hanem ez önvédelem. Tehát az Isten országának, a szabadságának a megőrzése, hogy akkor is, hogy amikor választásban, de maga a hatalom gyakorlásában is. Tehát az ember, a keresztény nem lett olyan bigott, és ezért ugye, mint esetleg egy más, akiknek nincs Istenük, és akkor a hatalomtól várnak mindent, jót, megváltás, üdvözítést, üdvözülést. A hívő ember Istentől várja az üdvözülést, Istentől várja az áldást, azt akarja, hogy az Istennel való kapcsolata, Istennel való járása, az tudjon érvényesülni egy konkrét társadalmi közegben, és erre ügyel, mivel hogy a történelemben nagyon sokszor ezt elveszítették a hívők, ezért ebben az időben is nagyon figyelni kell, mert ez a fajta szabadságjog, ez nem egy stabil szabadságjog, erről tett bizonyságot a történelem, hanem nagyon gyorsan el tud múlni, különösen itt a Kelet-Közép-Európába, de most már azt lehet mondani, hogy nem csak Kelet-Közép-Európába, az egész világra ez a jellemző. És sok keresztény vega buta ezen a területen azt gondolja, hogy ez politika, ez nem politika, hanem ez az evangéliumnak a szabadságát, az Isten imádásának a szabadságát, az egyházépítésének a szabadságát tudja biztosítani, hogyha a keresztények nem engedik, hogy a sátán beavatkozzon a hatalomnak a gyakorlásába, illetve nem meg akarják akadályozni, hogy olyan programok alakuljanak ki, amelyek távol tartják az embereket Isten országától. Tehát a sátánnak ez a célja, hogy a hatalomat befolyásolni, leuralni. Ugye ne feledkezzetek el arról, hogy a názáreti Jézusnak a megkísértésében az egyik megkísértése úgy szól, hogy Isten megmutatta a nemzeteknek a hatalmát és dicsőségét, és bejelentette sátánhoz, hogy neki adatot. És ha őt szolgálja, már Jézus Krisztus, akkor ezeket a názáreti Jézus Krisztusnak adja. Természetesen a názáreti Jézus Krisztus ezt visszautasította, és Golgotai kereszt áldozata, szenvedése, föltámadása által megszerezte a földet, megszerezte a világot saját maga számára, és ő most a világnak a tulajdonosa, ura, és ezt fogja érvényesíteni a következő eljövetelekor, ezt a jogát a világhoz, dicsőség az Úrnak. Addig ebben a köztes időszakban a hívőknek kell őrizni és védelmezni a názáreti Jézus Krisztusnak a jogát a világhoz. És ha őrizzük, akkor már most az Istennek a szabad áldását tudjuk élvezni, szabadon tudjuk, szabadságban tudunk élni. Ezért fontos imádkozni is mindig, hogy a sátánnak a beavatkozása mindig is be akar avatkozni, ne legyen sikeres, hiúsuljon meg. És ezekben a napokban, Egyesült Államokban, és kemény harcot vívnak a keresztények, mert sokaknak, hála Istennek, viszont megnyílt a látásuk, hogy ez a terület mennyire fontos. Egészen másképpen avatkozott be Isten a történelemben, ő alulról avatkozott be, betlehemi istállón jött be, persze hercegnő Mária is, és herceg volt József is, mert Dávid királyi családból, dinasztiából származik, tehát nem a társadalomnak a perifériához tartozó személyek voltak, de nyilván el voltak már szegényedve, de ők igazából Dávid származások miatt ők hercegek voltak,
De viszont nem volt hatalmunk, nem tartoztak az előkelőségben. Miért nem? Mert a Júda társadalma teljesen eltorzult, nem azok vezették az országot, akiknek vezetni kellett volna, hanem egy edomita, egy hatalom bitorló vezette Judeát, és ugye ezért alakult ki ilyen helyzet, hogy Jézusnak végül is egy Betlehem környezetéhez, vagy határába tartozó kis melléképületbe kellett bejönni a világba. Viszont az ellenség, a sátán bőségesen tud az elitben mindig embereket keresni, és ezeket állandóan kutatja, hogy kiket tud felhasználni arra, hogy az Isten országának, az evangéliumának a hirdetését leállítsa, megakadályozza az embereket abban, hogy belépjenek Istennek az országába. Ma ez egy nagy kihívás, ezért imádkozzatok ezért, hogy ez Európában, más országokban se tudjon megtörténni, illetve sok helyen már ez zajlik, ősidők óta, évszázadok óta, de bízunk benne, hogy Isten ad ezekben a zárvány országokban is áttörést, és az Isten országának a kapuja megnyílik ott azokon a helyeken is, ahol a hatalom bezárta. És azt kell mondanom, hogy ha hatalomról van szó, sok esetben a vallásos hatalom sokkal keményebben áll ellene az Isten országának, mint magával a civil, szekuláris hatalom, sőt, gyakran azok semlegesek, nem foglalkoznak, de a világon megnézitek most, hogy hol vannak a legnagyobb üldözések és legnagyobb ellenállás az evangéliummal szemben, vagy egy olyan helyen, mint ugye Észak-Korea az első helyen, de hát ott igazából a politika az vallás tárgyát képezi, tehát ott az egy olyan természetellenes kultusz zajlik ott, amely ők maguk csinálták maguknak, illetve a vezetés, de többi helyen azt látjuk, ahol utána jön a sorrend, hogy többnyire a vallás és a állam szorosan össze van fonódva egymással, és akadályozzák az embereket abban, hogy megtérjenek és szolgálják az Urat. Nos tehát, először tehát az Annáról beszéltünk, utána elkezdődött egy nem hivatalos kihallgatás a még éjszaka vagy hajnal előtt, a Sanhedrin előtt, ez nem hivatalos volt, majd elmondom, hogy mikor volt a hivatalos kihallgatása. Itt már világosan lehet látni, naptál is világosan, hogy koncepciós per volt, gyorsan hoztak a hamis tanúkat, nem egyezett meg a tanúskodásuk, akkor még két tanú behoztak, ez a két tanú a názáreti Jézus Krisztusnak azzal a kijelentésével birkózott, nem értették ők se, hogy miről beszél Jézus, hogy romboljátok le a templomot, és én 3 napra után felépítem, és ugye testnek a templomáról beszélt, de igazából, tehát ezek a tanúk se tudták hitelesen bizonyítani a názáreti Jézus Krisztussal szembeni gyanút, tehát bajba voltak, és ekkora főpap, Kajafás, itt szólalt meg, élve a főpapi hatalmával, mert a főpapoknak volt erre hatalma, hogy az Istenre, az élő Istenre való eskütételre kötelezte Jézust, itt viszont már názáreti Jézus Krisztus nem mondhatott, nem bújhatott ki ez alól, tehát itt elmondta Jézus Krisztus, hogy ahogy azt mondja, élő Istenre kényszerítelek, hogy te vagy a Isten fia, erre válaszolni kellett Jézusnak, hogy te mondád, és mondta, hogy és meglátjátok az ember fiát eljönni az erőnek hatalmával. Na ott aztán volt szisztéria, gyorsan műbalhézott a Kajafás, megszaggatta a ruháját, és mondja ott a jelenlevő, nem hivatalos kihallgatás volt ez még, hogy hallottátok ezt az Isten káromlást, bologattak, hogy igen, és akkor azonnal mondták, hogy méltó halálra. Tehát itt történt az, hogy kimondták, amit már titokban nyilvánvalóan elhatározták, de Jézusnak a beszédéből kivettek olyant,
amit mondom, Jézus nem kerülhetett ki, és ekkor megtörtént, tehát ez még akkor péntek reggel előtt történt, ez a nem hivatalos kihallgatása a názáreti Jézusnak. Utána azonnal elkezdték a názáreti Jézust Krisztust megalázni, köbdösni és ütni ott, és utána még egy fontos dolog történt. Itt ugye Péter apostolnak, aki később lett apostol, árulása. Rossz napja volt Péter apostolnak. Tehát nem sikerült az a nap, tehát a csütörtöki napja az nagyon rossz nap volt. Neki azt gondolom az örökké valóságban is, hogyha találkozunk vele, azt fogja mondani, hát az a napom nem nagyon sikerült. Szinte minden megszólalása nem egyezett meg az Úr akaratával. Az úrvacsoránál is, ugye, a lábmosásnál is már ott viszánkolódott, hogy ő nem engedi megmosni a lábát. Akkor mondta Jézus neki, hogy igen, akkor azt mondta, az egészet mosd meg, és így tovább. Akkor utána ugye Jézus beszélt a szenvedéséről, akkor erősködött Péter, hogy én kész vagyok meghalni érted, stb. Kétszer is ugyanezt megismételte még az úrvacsoránál Péter, tehát és akkor a názáreti Jézus mondta, nyugi, a kakas nem szólal meg, még háromszor meg nem tagadsz engemet, stb. És ugye egyértelműen, hogy látni, hogy itt Péterben még az óember ficánkolódott, annyira öntelt volt, magabiztos volt, és a kulcs dolog az, hogy ez az ember nem ismerte még önmagát. Nem tudta, hogy ki a Péter. Ő sokkal hizelgőbb és pozitívabb véleménye volt önmagáról. És ugye, amikor aztán letartóztatták Jézust Krisztust, elvitték Annáshoz, akkor a János és Péter követte őket, és a János, mivel ugye a főpapnak ismerőse volt, segített Péternek bejutni az udvarba, a főpap udvarába, és ott volt az udvarba, először egy szolgáló leány fölismerte, ott volt az első árulása. Ott ugye utána ki akart ebből valószínű, hogy jönni ebből az egész szituációból, kijött az udvarból, és a pitvarba, ott volt ugye a melegedtek a vitézek, mert hűvös éjszaka volt, akkor oda ment melegedni, Pekhére, ott két ember felismerte, és akkor kétszer megtagadta Jézus Krisztus, az utoljár, először ugye azt mondta, hogy nem is tudom, hogy miről beszélsz. Ez volt az első tagadása. Utána jött a többi, a végül szitkozódott, átkozódott, hogy ő soha nem ismerte, amikor ő ugye mondták, hogy te is galilei vagy, úgy beszélsz. Tehát megtörtént Péternek a háromszori tagadása, a kakas megszólalt, és igazából ez szúrta meg a kakas szó, juttatta be Jézus Krisztusnak a kijelentését Péternek a szívébe, kiment és keservesen sírt, igazából akkor döbbent rá nyilvánvalóan, hogy hát ő saját magát is becsapta, nem az az ember, aminek gondolta magát, de ugye Isten jó előre ezt látta, illetve Jézus Krisztus ezt látta, azért imádkozott érte, hogy kegyelmet kapjon, és hála Istennek, ezt tudjuk a végén, hogy Péter vissza lett állítva az apostoli szolgálatába. Tehát ilyen módon, tehát ez a csütörtökje, véledve egészen a hajnalig, ez nem egy szerencsés napja volt Péternek, utána már jobb napjai voltak. Nos, péntek reggel volt az első hivatalos tárgyalása a názáreti Jézusnak, ezt olvassuk a Bibliában. Ez már egy formális volt a hivatalos, összehívták a Sanhedrin, a véneket és a farizeusokat, és itt erről röviden számol be az evangélium. Itt ugyanazt a kérdést feltették, és Jézus Krisztus természetesen nem tagadta, hanem ugyanazt mondta, hogy ők mondják, és ekkor
a názáti Jézus Krisztusra a vallási hatóság, tehát Sanhedrin kimondta az ítéletet. Azóta szakemberek mondják, hogy nem volt igazságos ez az ítélet, mert nem volt egységes a Sanhedrin. Ugye nyilván Nikodémus és Arimatéi József nem értettek ezzel egyet, vagy nem voltak jelen. Ez egy érdekes dolog, de mégis ez megtörtént, tehát akkor akár törvénytelenül hozták ezt a döntést, akár nem, mindenhogyan törvénytelen volt. Természetesen egy koncepciós per volt, tehát reggel, péntek reggel történt a hivatalosan kimondása a vallási hatóság részéről, hogy a názáti Jézus Krisztus istenkáromlást követett el, mert Isten fiának mondta magát, és ez ugye ők úgy értelmeztek, mivel hogy Jézus nem Isten fia, nem fogadták el Jézusról, ezért ők úgy gondolták, hogy Jézus Krisztus Isten káromlást követett el, és ezért tehát halálra ítélték. Utána történt meg, hogy nem volt joguk a kivégzésre, hogy végrehajtsák az ítéletet, el kellett vinni Pilátushoz a törvényházba, vagy a Pilátusnak a palotájába, a lakása és a törvényház. Úgy tűnik az igéből, hogy egy volt, és akkor Pilátus elé vitték, és ott három fő vádpontot, de később egy negyediket is mondtak, vád alá helyeztek Jézus Krisztust. Az első, hogy a császárnak nem akar adót fizetni, vagy adófizetést tiltja Jézus, ezt tudjuk, hogy nem igaz, de tehát ezzel vádolták Jézust. A második az vádpont, hogy Krisztus királynak mondja magát, ami szintén ugye a római törvénnyel szemben ez ellenáll. A harmadik vádpont pedig, hogy föllázítja a népet, tehát a római birodalom ellen föllázítja. Hát ezek minden olyan bűnök voltak, amiért ugye nyilván halál, bűnös büntetéseket mondott ki a római hatóság. Tehát a Pilátust ezzel a három vádponttal kívánták azonnal maguk mellé állítani. De Pilátus egy nagyon okos ember volt, és azonnal észrevette, hogy irigységből adták át neki Jézust, és először is el akarta hárítani magától, hogy ebbe ő nem akar belekeveredni, és mondta nekik, hogy ti ítéljétek el, ti intézzétek el ezt a dolgot, de ugye a zsidók hivatkoztak arra, hogy ehhez nincsen joguk, úgyhogy a Pilátusnál maradt ez a dolog, és elkezdődött Pilátus és Jézus Krisztus között egy párbeszéd. Ugye ez a fő kérdés, ami érdekelte a Pilátust, az, hogy valóban Jézus királye, és a názáti Jézusnak az a híres válasz erre, hogy az én országom nem e világból való, és ugye azt is mondja itt, hogy te mondád maga királyra, tehát jóvá hagyja Jézus Krisztus, hogy király. Ebben Pilátus semmilyen kivetni valót nem látott, mert nyilván ismerte a zsidóknak a fő tanításait, és az, hogy a zsidók várják a királyt, ítélte meg, hogy ez a római császári rendszert nem veszélyezteti, tehát ezért a názáti Jézus Krisztussal kapcsolatosan nem látta ezt súlyosnak, és akkor Jézus Krisztus utalt arra ebben a párbeszédben, hogy ő azért jött, hogy az igazság mellett tanúskodjon, és ugye itt jön ki a Pilátusnak a cinizmusa, hogy mi az igazság, tehát egyáltalán Pilátus számára egy agnosztikus emberről van szó, nem volt tisztában, hogy mi az igazság. Közben rájött Pilátus arra, hogy a názáti Jézus Krisztus Galileából származik, ez is mutatja, hogy minden áron el akarta tolni magától ezt az ügyet. Amikor megtudta, hogy Galileából származik Jézus Krisztus, és tudta nagyon jól, hogy Herodes Antipász ott van éppen, a nagy Herodesnek a fia, ott van éppen Jeruzsálembe, akkor Jézus Krisztus elküldte Herodeshez, hogy a Herodes hallgassa meg, és ő mondjon róla ítéletet. A Herodes, amikor meghallotta, hogy Jézus Krisztus hozzá küldik, nagyon örült, mert régóta szerette volna már Jézust látni, különösen csodákat, jeleket szeretett volna látni, és amikor oda került Jézus eléje,
akkor ugye várták, sürgették, hogy tegyen csodát jelent, de Jézus nem bűvész, nem varázsló, az ő csodáinak mindig megvolt az Istennel kapcsolatosan célja, az Úr nem azért tett cselekedett csodákat, hogy erőt demonstráljon és megmutassa, hogy ő valaki, hanem az Isten királysága, Isten országa is az ő küldetése mellett szolgálták a csodák, valamint karitatív, illetve az embereknek a szükségeinek a betöltését szolgált a csodái, tehát ilyen módon ez önmagában egy kísértés volt, és ez kísértés, amikor az emberek mondják, na cselekedj egy csodát, menj be kórházba és gyógyítsd meg az embereket, és állíts talpra az ott betegeket, tehát így a csodák nem működnek természetesen. Az Isten tökéletes akaratába kell járni valakinek, az Isten akaratát kell cselekedni, és ennek megfelelően a cselekszi valaki, és nyilván föl van kenve, akkor kísérik a tevékenységét csodák és jelek, nyilvánvalóan a hit által. De így hit nélkül, meg Isten akarata célja nélkül, vigyázzatok arra, hogy nem szabad ilyen módon semmiféle erőt demonstrálni, nem szabad visszaélni a Szentlélekkel, mert nagyon veszélyes dolog a Szentléleknek a erejével és hatalmával, így játszanak például a karizmatikusok. A Szentléleknek a működése az nagyon fontos, hogy az Isten országának az igazságát szolgálja, meg az előbbi célokatnak a megvalósításában működjön a Szentléleknek az ereje. Nyilvánvalóan Jézus meg se szólalt. Meg se szólalt ezen az ember előtt. Hát ennek az embernek a füle mögött már sok minden volt, tehát tudta Jézus Krisztus, hogy kivel beszélt, egy szót se szólt neki, semmi csodát nem tett. Ahogy szokott lenni, hogy akkor ugye átesik a ló másik végére, előtte csodát várt, utána meg kijelentette, hogy ez egy senki. Tehát egy Jézus Krisztust fölöltöztette a bíborba, fényes ruhát adott rá, és ott gunyoltatta ki az embereivel a názáti Jézust, akkor utána pedig maga ruhába öltöztette, és visszaküldte Pilátushoz, és újra Pilátushoz került a názáti Jézus Krisztus. Nyilvánvalóan, amikor názáti Jézus a földön volt, itt történt meg, mivel a maga a királyságnak a királya volt jelen, és ezzel szemben maga a sátán királyságát, maga az ő felsége, a angyali fejedelem, a sátán irányította, ezért eddig a világtörténelemben ez volt a legmagasabb, legintenzívebb szellemi küzdelem, szellemi csata. Nyilvánvalóan a názáti Jézus Krisztus fönn van a mennyekben, a sátán a Biblia szerint második vagy az első ég között van, ez nem olyan lényeges, az a lényeg sajnos, hogy van, és irányítja a rendszerét, de ritkán avatkozik be közvetlenül a eseményekbe, háttérbe, mint Ananiás is, Annás főpap is a háttérbe igazgatta a dolgokat, de nyilván, amikor majd megjelenik, és illetve az egyháznak és az Izraelnek egy olyan helyzetbe alakul, ahol a pozitív kifejlet elindulhat gyorsan, ott nyilvánvalóan nagy erőt fog képviselni, hogy ezt megakadályozza, és ezért látjuk, hogy egyre nagyobb ma a világba a behatolása, és a világban a befolyása egyre jobban érvényesül, mint talán eddig bármikor. Annak ellenére, hogy ezek most még nem manifesztálódnak olyan drámai eseményekben, mint akár az első világháború, vagy a második világháború, de akik őrállók és szellemi világot nézik, azok világosan látják, hogy most sokkal sötétebb erők kezdenek felszabadulni, és kezdik az embereket leuralni, mint az első és a második világháború előtt. De ez nyilvánvalóan akkor is egy folyamatként tudta az embereket leuralni, az emberölő, és most is egy folyamatként, és ennek megvannak a különböző állomásai, de azt gondolom, hogy a kiszabadult, az a gonosz erő, és rájött az emberiségre, amely az végkifejletben egyre nagyobb szerepet fog játszani. Egyre a keresztényeknek föl kell készülni, hogy addig, amíg az elragadtatás vagy az evangélium hirdetése tart,
addig az evangéliumot Istennek a természetű erejébe hirdessék, és maguk is olyan állapotban legyenek, olyan kapcsolatuk legyen az Úrral, hogy ne legyenek sebezhetőek. Látjátok, hogy Jézus Krisztus büntelen volt, ugyan bűnné tette érettünk Isten őt, de látjuk, hogy különösen a teste óriási nagy támadásoknak, csapásoknak lett kitéve. Nem tele volt Jézusnak a teste sebekkel, sérülésekkel. Nos, tehát Pilátushoz visszaküldték Jézus Krisztust, és újra Pilátus előtt állt a názáreti Jézus Krisztus, és mindenféleképpen, ugye kapott is figyelmeztetést Pilátus a feleségétől, hogy vigyázzál, igaz embernek az ügyébe ne keveredjél bele. Ő látható módon erre törekedett, hogy ebből kimaradjon, de nem tudott kimaradni, mert olyan helyzetben volt, hogy majd látjátok, hogy megzsarolták őt. Tehát názáreti Jézus Krisztus újra Pilátus elé állt, és a Pilátus itt őt felöltöztette, a katonák az őr szobába átöltöztették, és tövis koronát tettek a fejére, bíborköntöst, nátszálat is tettek a kezébe, és elkezdték csupolni, köbdösni, verni a fejét, és ezzel is ugye nevetségnek a tárgyává tették, de előtte ugye názáreti Jézus Krisztust el akarta bocsátani. Pilátus az emberek viszont már jelezték, hogy nem őt akarják elengedni, nem az ő szabadságát követelik, hanem Barabásnak a szabadságát követeli. Ezután újra kísérletet tesz Pilátus, hogy megmentse Jézust, de a tömeg elé állította újra, beült az úgynevezett ítélő székébe. Itt már lehet látni, hogy a végleges ítélet fog kezdődni. A bémának hívják, amikor a helytartó leül a bémára, akkor jön a végleges ítélet, leült, és a názáreti Jézus Krisztus kiállította a tömeg elő, Munkácsi ugye ezt a jelenetet örökítette meg, és ekkor történt még a tömeggel egy párbeszéd, mindenféleképpen itt utolsó kísérletet tett, hogy szabadon engedi Jézus Krisztus, de a tömeg követelte, hogy nem, mert és ha elengeded, nem vagy a császárnak a barátja, mert ő királlyá tette magát, és akkor ugye, hát a zsidók királya megöljük, akkor ugye mondták, hogy nem királyunk van, hanem császárunk van, tehát és ezzel véglegessé vált názáreti Jézusnak a sorsa, tehát ítéletet véglegesen kimondatott, és átadták akkor a názáreti Jézust az őröknek, és elindult a Golgotára vezető útja a názáreti Jézusnak. Közben ugye Judás meghasonlott, visszavitte a pénzt, a 30 ezüst pénzt, ez is egy dráma, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a vére, ami az egész világnak a megváltásának a ára, díja, a te ára, a te ára, fel se tudjuk becsülni az értékét, nem is lehet felbecsülni Jézus vérét, ezt 30 ezüst pénzre becsülték meg, tehát ez is a gonoszságnak a megnyilvánulása, és akkor elindult ugye Golgotára való ügy, a keresztfának a vivése, úgy tűnik, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak ugye megkorbácsolták, rengeteg a teste elveszítette a fizikai erejét, és nem tudta vinni már a keresztet, Kürénei Simonra helyezték, és ő vitte helyette a Golgotára a keresztet. Közben ugye hivatásos gyászolók voltak akkoriban, főleg népek, férfiak is voltak, de többségében asszonyok,
akik siratták Jézust. Ezeknek nagyon fontos üzenetet, proféciát mondott Jézus, hogy magatokon sírjatok, és olyan proféciát mondott, ami a jövőben fog megvalósulni. Előzetesen 70-ben is ebből már némely megtörtént, de egyértelmű, hogy az utolsó időkben fog megvalósulni ez Jeruzsálemben. Tehát a Jeruzsálem egy nagy pusztulás és nagy ítélet előtt áll a názáreti Jézus Krisztus profétát, hogy ezért sírjatok, mert a száraz fán, ha a zöldelőfán ezt cselekedték, akkor mi lesz a száraz fán? Tehát az, ami itt nyilván arról utal, hogy amikor még Izrael nem születik újjá. Tehát utána kezdődik felvitek a Golgotára, a megfeszítésnek a története, és a haláláig történik, követem az eseményeket, tehát a halál oka, tehát fölírták egy táblára, amely názáreti Jézus a zsidók királya. Ez is azt mutatja, hogy a Pilátus annak ellenére, hogy tudta, hogy ártatlan, de cinikus ember volt, mert hát azért, ha tudta ártatlan, azért nem szép dolog volt, hogy megkorbácsoltatta, megkínosztatta Jézus Krisztus, kiszolgáltatta a kivégzésnek. Ez semmiféleképpen nem elfogadható egy ember részéről, tehát némely talán a koptoknál szentként tisztelik Pilátust, de Pilátusnak semmi köze nincs a szentséghez. Ő cinikus volt, mert az igazságot követni kell az embernek, akkor is, hogyha ezért akár az életével fizet. Tehát ő kiszolgáltatta és együttműködött a teljes mértékben a vallási hatóságokkal, és ezt írta rá, hogy a táblára názáreti Jézus a zsidók királya héberül, görögül, latinul, és továbbra is a názáreti Jézus Krisztus a megfeszítés alatt szidalmazták, gunyolták, kísértették. A názáreti Jézus Krisztus a 22. Zsoltárt mondta, és a 22. Zsoltár is nagyon, ha elolvassátok, 22. Zsoltár kulcskérdés a názáreti Jézus Krisztus megfeszítésének és föltámadásának a szellemi hátterének a megértéséhez többek között. A 22. Zsoltár is őt imádkozza, éli, lama sabachthani, tehát arról szól, hogy Isten elhagyta, megvetettség, elhagyás, magány volt az osztály része, és mindezt te éretted, és én érettem, követte el, vagy vállalta Jézus Krisztus, és ahogy a 53. fejezetben Izajás mondja, hogy a teste nem volt épp, nem volt kívánatos, elfordítottuk a szemünket, mondja a profécia, mert megvetett volt, iszonyatos volt a külseje. Ez a helyzet, hogy tele volt a názáreti Jézus Krisztusnak a felső teste is, a feje is, az arca is, különböző sebekkel, mert csak gondoljatok a tövis koronára, az felszakította a fején is a bőrt, valamint a olyan korbáccsal korbácsolták meg, amelyek szíjakra fölhúztak ólomdarabokat, és ahogy rácsaptak Jézusnak a hátára, az ólomdarabok mind felszakították a názáreti Jézus Krisztusnak a húsát, vérét, tehát ő teljes mértékben egy roncs testét szétverték, egy roncs embert láttak, szétvert embert láttak a Golgoté kereszten, plusz ugye még oda is szegezték a kezét, lábát a keresztre, tehát a názáreti Jézus Krisztus ezt mindezt azért vállalta, hogy a sebeink keresztül jöjjön hozzánk az Istennek a gyógyító ereje. És ezért nem csak a kezébe, nem csak a lábában, hanem a fejében is, a testének minden részén sebeket ejtettek a kínzók, a gyötrők, és ezért nincs olyan része az embernek a testének, plusz ugye maga a megfeszítés is, a belső szerveit ugye nagyon megkárosították, tehát nincs olyan része a názáreti Jézus Krisztusnak, amely ne sérült volna meg, és ez mindez azért történt, hogy az embernek minden test része számára megszerezze a Isten által a gyógyító erejét. És azért, hogy az ő sebeiben meggyógyuljon. Keresztre feszítéssel
akkor a dárdád jöttek a vitézek, ugye, hogy péntek volt, sabátra készültek, le kellett venni a holt, az embereket. A keresztfára két latort is felfeszítettek jobbról balra mellette, és ezért hozták a kalapácsot, hogy széjjel zúzzák a megfeszítetteknek a csontjait, hogy felgyorsítsák az agóniát, és meghalljanak gyorsan, és le tudják venni a holttesteket még a sabát beköszöntét előtt. De a názáreti Jézusnak hatalma volt arra, hogy az életét felvegye, és az életét letegye. De előtte még két dolgot hadd mondjak. Ugye először egy mérgezett eszetet kínáltak neki, amiben valószínű, hogy mirha volt, azt nem fogadta el, az egy fájdalom csillapítást szolgálta. A názáreti Jézus Krisztus el akarta szenvedni azt a fájdalmat, amit az Izajás proféta mond, hogy fájdalmak ismerője, betegség ismerője, fájdalmak férfia. Ez is szükséges volt, hogy ezt megtegye, mert az Istennek a engesztelő áldozattal szembeni követelményét kellett teljesíteni, tehát ezért a mérgezett eszetet nem fogadta el, de viszont a végén, amikor azt mondta, hogy szomjazom, akkor odafutottak hozzá, és egy szivacsot beletettek az eszedbe, ott azt elfogadta, mert abban nem volt méreg, és utána azt mondta, hogy beteljesed vagy bevégeztetett, és akkor a szellemét, ha nincs benne az eredetében a szellem, de kilehelte, kifújta magából a bensejét, a szellemét, és az atyának a kezére bízta, és amikor a római százados ezt látta, hogy a názáreti Jézusnak hatalma volt arra, sokféle halált látott ez az ember, és többnyire halálkor kiszaggatják az emberből a lelket és a szellemet, vagy a halál angyala. Nyilvánvalóan a római katona erre ezt látta többnyire, hogy amikor a valakinek nincs üdvössége, akkor a kiragadják, kiszaggatják a lelkét és a szellemét a fizikai testéből. De olyan ritkán látni, hogy valakinek hatalma van arra, hogy kifújja magából, és ez azért meglepte Pilátust is, mert idő előtt, illetve az ő várakozásuk előtt történt a názáreti Jézusnak a meghalása, de azért, mert megtörtént az, hogy, és Jézus Krisztus tisztában volt azzal, hogy a engeszteléssel szembeni isteni követelménynek maximálisan megfelelt, teljesített minden követelményt, és ezért már okafogyott lett, hogy ő szenvedjen a földnek a felszínén, mert utána még lement a paradicsomba és a Seolba, tehát ezért átadta, kifújta a szívét, a lelkét magából, és amikor ezt látta a százados, azonnal mondta, hogy ez Isten fia, ilyet nem tud egy ember megtenni, mert a halál kiragadja az embernek a szellemét, és viszi, és az emberek általában görzsbe vannak, de semmiféleképpen nem így mennek. Nyilván a újjászületés, ugye mondom, a százados nem ismert ilyen, de az urban lévő emberek ugye elalusznak, és ott is minek kis lehelet sok jöhet, jön ki a szellemükből, szellemük, a testükből, de többnyire. Tehát, ha valaki nem tér meg, ezért térjél meg. Térjél meg. Hidd el, hogy nagy dolog a kegyelem. Hogy az embernek a szelleme, a lelke az Istennek a kezébe van, és az Isten kezébe van, akkor a halál már szellemi halál. A fizikai testedet ugye nyilvánvalóan tudja megérinteni még, mert nem történt meg még a föltámadás, de a szellemedet és a lelkedet nem tudja megérinteni, nem fér hozzá a halálnak az angyala a szellemethez és a lelkedhez. A mai üsztörténet korszakban ez a legnagyobb áldás. Többet nem tud elérni az ember. Nyilván, hogy vannak más áldások, de most a nagyságot nézem, hogy ez a legnagyobb áldás, hogy a szellemed és a lelked már az Úrnak az uralma alatt van, az Úrnak a kezének hatalma alatt van, és nem tudja elérni a halálnak az angyala, és a halálnak az angyala nem tudja átadni a Seol angyalának, a pokol angyalának, és ezért megkímélt téged Isten, hogy lemenjél a pokolba.
mert Jézus Krisztus lement helyette. Oda is. De erről most nem beszélünk. Csodálatos. Higgyétek el, ez az a pont, de ez az eseménysor, ami a legnagyobb hatást tud gyakorolni az embernek a szívére és a lelkére. Nincs más, még a Bibliában sem, amely akkora nagy befolyást tud gyakorolni az ember szívére, lelkére, amikor megérti, hogy a názáreti Jézus Krisztus, akiről nyilván tisztába kell lennie, hogy kicsoda, ilyen hatalmas nagy szenvedést, áldozatot vállalt azért, hogy meg tudjak békülni Istennel. Ez tudja az embert Istenfélelemre tanítani. Ha Isten ilyen nagy áldozatot hozott érettem, akkor, és ezt látom, akkor a vérét meg tudom becsülni. Nem fogja az az ember többet megtaposni Jézus vérét. Nem a külsőket kell nézni. A külső dolgok, a külső események, az gyümölcsök. Annak a gyümölcse, aki vagy te belül. A szívünket mindig az változtatja meg, amit Isten a názáreti Jézus Krisztus által tett értünk. Hát most csak képzeld el, most természetes szinten, hogyha az életedben, a sorsodban találkoznál egy olyan emberrel, aki akár a halálos büntetésedet, bűnhődésedet, például gulágra, vagy valahová kitaszítanak téged, vagy halálos ítélet van, és egyszerűen fölvállalja helyetted, és elviszi úgymond a balhét, és semmit nem követel tőled, csak az, hogy tiszteld és szerest. Nincs több. Hát azért tisztában vagy azzal, hogy tudod azt az ember szeretni, és megmaradni a szeretetébe, ha mindig megemlékezek arról, hogy mit kellett neki helyettem elvállalnia. Ha ez nem világos, addig nem tudom szeretni. Csak mulandó. Érdekből tudom igazából csak követni. De ha a szememet rajta tartom, hogy milyen hatalmas áldozatot kellett hoznia, hogy pokolra kellett menni ahhoz, hogy nekem esélyem legyen, hogy az Isten országához tartozzak, hogy Isten népéhez tartozzak, ez az, ami az embernek a szívét morzsolja, és megszabadít az apádnak, anyádnak a természetétől, és elkezd egy új természet kialakulni benned. És szeretni az Urat, egyre jobban fogod tudni teljes szívedből, lelkedből, elmédből. És higgyétek el, hogy ez véged vet a keresztény felszínességnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk tudni örülni, nem arról van szó, hogy szenvelgünk, de egyszerűen ez egy olyan tény, amit názáreti Jézus tett, hogy mélységesen indítja a bensejét az embernek. Az is megindítja az embert, hogyha esetleg az apjának, anyjának nagy szenvedést kellett hoznia, hogy életben maradjon a gyereke. De ilyen hatalmas áldozatot nincs apa, anya, aki képes legyen hozni a gyermekéért. Meg ha hoz áldozatot is. Nem csak az áldozatot kell nézni, hanem azt is kell nézni, hogy az áldozat milyen vívmányot, milyen bónuszokat, milyen áldásokat hoz az áldozata. Az, hogy meghozza a bűnbocsánatot, meghozza az örök életet, meghozza a megigazulást, meghozza azt, hogy az Istennek a királyságába beléphetünk, meghozza azt, hogy Isten népéhez tartozunk, meghozza azt, hogy meg vagyunk pecsételve az igazak föltámadásában való részvételre, megadja a számunkra, hogy részt vegyünk a mennyei fogadáson, a mennyei vacsorán, és sorolhatnám tovább. Tehát olyan kiváltságokat hoz, elveszi a rosszat, és olyan kiváltságokat hoz az ember számára,
hogy ez az áldozatról azt tudja mondani az ember, hogy ez egy egyedi, különleges, az ember senki, amíg a legszeretettebb és önfeláldozóbb ember se tud ilyen áldozatot, ilyen vívmányokat hozni az áldozata által egyikünk számára sem, mint amit meghozott az Istenek a fia, Jézus Krisztus érettünk. Ezért ünnepeljük, és ezért ezekben a napokban erre emlékezünk, és ezért ilyen hálaadással járulunk az Úrnak az asztalához.